Sziasztok srácok, és hatalmas szeretettel köszöntelek titeket a mai videóban, ami egy rendhagyó videó lesz, illetve eddigi legrendhagyóbb zenés videója lesz, ugyanis Rebecca... Miért remegsz? Rizkulok. Mitől? Hogy ne felejtsem el, az olyan, mint amikor elmész vizsgázni, és bemagoltál az utolsó három mondatot, és várod, hogy megkérdezték, hogy azt le tud írni, vagy el tud mondani, hogy ne felejtsd, és a többit utána tudod. Na, ez vagyok most. Szóval a mai videó azért lesz rendhagyó, mert hát azt már megszokhattátok, hogy én zongorázok, Instastory-ba, fel kell ismernie a Shazamnak, hogy mit zongorázok, fel kell ismernie valaki másnak, akitől, hogy mit zongorázok, valaki énekel arra, hogy zongorázok, viszont olyan még nem volt, hogy átadtam a stafétát, átadtam valakinek a helyemet, aki ma barátnőm. Benyasszonyom, bocsánat. Rebecca lesz. Mielőtt belecsapunk a közepébe, hogy mit is fogunk csinálni, te zongoráztál már, Cuki? Általános iskolába. Nem kell így félni, ez semmi, nem de egy izga. Jó. Rebecca az a klasszikus zongorás tanuló lány volt, akit leültettek a kottáli, először meg kell tanulni a kottát olvasni, utána játszani. Először meg kell tanulni a jobb kezet, és hogyha már tudtad, anélkül, hogy ránéztél volna, akkor a bal kéz, akkor azt is üzenne össze. Igen, szóval ő klasszikusan tanulta, viszont abba hagyta, és csomó ideig nem zongorázott, előttem sem mert még soha zongorázni. Te tényleg, tehát nem volt előütés, amit elzongoráztál. Most viszont a múltkori videóból, az ezelőtti, két héttel ezelőtti videóból megjött a kedve hozzá, hogy akkor elzongorázni valamit, megtanulna egy ebben a két hétben, és nekem kellene kitalálni. Szóval a filmzenéket hoztál, ha jól tudom, és a filmzenékből kell majd kitalálnom, hogy az melyik darab. Igen. Igen. Na, mielőtt kezdjük, nyomjuk a négykezest. Jó. Amúgy most viccen kívül, annyira eljátszom ezt fel. De nem tudom már, hogy van. Tűdűrű. Ja. De jó, jó alakul, na még egyszer. Na, eljött az ideje, a helycserének. Legyen. De fura lesz itt ülni, soha. Srácok, soha. 6 éve, 7 éve, 8 éve, nem tudom miért, csak soha nem ültem még itt. Jézusom, de fura. De várjál, nagyon kiszolgáltatott. Keresztbe lettem hallottam a lábaimat. Kiszolgáltatott itt ülni, ez nem tetszik. Nagyjából, már megy is. Ú, várjál, ez a Aquaman. Titanic. Basszus, mi lehet ez? Na gyerünk, nyomjál. Ez az első filmzenénk akkor. Várjál, jó lesz, jó lesz. Ne, csak ne stresszelj, csak nyugodtan. Eddig megvan? Jaj, most te nagyon nyomod, amit én nyomom. Ja, hogy most... Várjál, ne siess, nincs meg. Híres filmzene? Ez most már valami rémlik. Azt nem mondott, Cuki! Ezt tudom mi! Ez a Family Guy! Assza! Te ügyes vagy! Na, el tudod játszani? Csak kirakom ide! Jó, el tudod játszani? Igen, csak kirakom, várjál. Jó, mindig. Nem tudom. Nem baj, csak elfogadjuk, nagyon ügyes vagy. Nagyon ügyes vagy. Nem tudtam ezt valahogy megjegyezni. Nagyon ügyesen, menjünk tovább. Hát? Nyomjuk. Te egyszerűen ebből tudom, de nagyon gyorsan kitáltad, ügyes vagy. Nagyon sokat játszottam le. De nagyon sokat játszottál, de ez a jó barátok. Igen. De Cuki, ügyes vagy, és amúgy nehezeket tanulsz. Na nyomjad. Figyeld. Nem baj, most ez előre van. Ja, most előre megy. Menj el előre.
van? Nincs, karácsonyi dalok jutnak eszébe, de nem hiszem, hogy el. Most tovább mentem. Tudom! Ó, hát hogy ne tudnám? Ez a Titanic cuki! Hogy van tovább? A B-ből kezdtem. Egy hát egy kicsit ez más. Milyen? Hogy? Menj csak itt. De ez már a refrén. Ja. Kicsit szebb három kezekkel, mint én egy ujjal így. Úgy is szép. Nem, csak így is szép, de meg tökre meg érzed azért, mert ügyes vagy, de... Jó, ezt azért ezt nem fogadom. Nem találtam ki, amúgy csak a három edénél, szóval ez... Ez átverté. Fél pont. Fuda. De pedig úgy vártalak át, hogy ez csak egy konkrétan három pontot használtam. Utolsó előtti következik. Cuki. Jött volna a következő. De ez... ez a Karib-tenge? Nem. Úristen, de tudom, de föl, igen, meg fölismerem. Nem jól csinálom. De jól, de amúgy fölismerem. Tudom mi ez. Várjál. Nem tudom, a ritmusát basszus. Nem baj, nem, nyugi. Ez a Rocky? Igen. Ügyes vagy, cuki! Most jön még egy, és utána jön a ráadás, ami az, ami az fő attrakció, ne! Az utolsó következik. És utána a ráadás, az a... fő attrakció, az egy extra produkció. Extra. Az extra a produkció. Fő a fő produkciója. Nagyon adom, mint amikor Beyoncé megy az X-Faktorba kint. Amúgy már ebből is van tippem. A rózsaszín pár. Ne, az, baszki! Vagy majd azt is ki kell találnom. Először ki kell találnom. Jó, csak jó. Az első részét. Na nyomjad. És utána... Jön egy teljes produkció. Igen. Oké. Ez már szép. Ez tetszett. Így nem, nem tudom. Az előzőekhez képest azért nagy ugrás. Ez Ludovico Einaudi? Nem mondtad, hogy azt tudod. Megtanultad? Aztán a Mutti! Ez a Una Mattina. Igen, illetve valóban, mert ugye ennek az a lényege, hogy a filmzenét... Aztán! Na nyomjad! Csak kell egy kis segítség, mert meg egy részt be kell írni, hogy jó, mert nagyon tessze vannak a távok. Összefogod firkálni? Összefirkáltad eddig is az ongolán? Aha. Egy alkoholos filc talán? Igen, és ezt tudom, amikor ez a rész jön, akkor itt nem... Így van, ugye? Így, nyugodtan. Csak játsz, ahogy jól esik.
nagyon szépen szólaltattad meg. Hát ez a... Ezek után nagyon mert szép. Mert ezt tanultam végig. Nagyon így voltál. Cuki! Minden nap ezt tanultam meg, azokat meg csak egy másodpercig, hogy tudjak valamit. Ügyes vagy. Pedál az kicsit nem volt végig, de egyébként nagyon így. Ja, mert nem tudom, mikor kell felemelni, mert itt az ízében nem írja. Az érzésre, cuki. De. Ja, ezt nem tartom lenyomva. Igen. Srácok, lányok, az a helyzet, hogy 2 hét múlva találkozunk, ugyanis elindul a tehetségkutatom, a zenei tehetségkutatom. Tényleg nagyon nagy tehetségekkel, nagyon különleges helyszínről, minden különleges lesz benne. Alig vártam, erre készültem már több hónapja, hogy ez a tehetségkutató elkészüljön és kirakassam nektek. Úgyhogy 2 hét múlva találkozunk, onnantól minden hétvégén találkozunk a tehetségkutatóban, majd minden részletet ott megtudtok, mindent megtudtok róla. Cuki, nagyon-nagyon szép megköszönöm, hogy itt voltál, nagyon ügyes voltál. Örülök, és tényleg, nagyon, és néha ülj le és zongoráz egy kicsit. Komolyan, meg kezdje csellózni, mert az is tetszik. Ha valaki csellózik, írjon már elére. Köszönöm, hogy itt voltatok, hamarosan találkozunk a következő videóban, 2 hét múlva. Addig is kerestek Instagramon, TikTokon, ne felejtsétek el feliratkozni, stb. Sziasztok! Hellóka!